Szerbusztok, én vagyok, és a mai napra 45 fokos szabályt veszük golcső alá. Hiszen ez az egyik legfontosabb szempont, amit figyelembe kell venni különböző zónák, területek és régiók tervezése közben. A forgalom akkor lesz a lehető legjobb, ha folyamatos és zavartalan. Ezt a célt érdemes minden esetben magunk előtt tartva haladni előre. A képen látható kereszteződésben figyelhető meg leginkább, hogy a lentről érkező járművek jobbra haladva 45 fokban kanyarodó úton viszonylag komoly lassulás nélkül tudnak haladni a főút felé, míg akik tovább haladva közelítik meg a főutat, a kereszteződést elérve lelassítanak a balra kanyarodás érdekében. A különböző centrális helyeken, például ipari parkokban vagy pályaudvaron, ahol nagy az export-import tevékenység, ott a forgalom mérsékeltné jóval vagy épp jelentősen nagyobb, ezért ott mindent érdemes elkövetni, hogy a lehető leggyorsabban legyen szétosztva a különböző haladási irányokba, akár a kereskedelmi vagy termékelő épületek vagy épp a lakóépületek felé veszik az irányt. Autópályák esetén ugyanez a helyzet. Itt érdemes a lehajtókat és felhajtókat hosszan és ívesen építeni. Itt is kiválóan megfigyelhető a folyamatosság és zavartalanság. Ne felejtsétek, a cél mindig az, hogy a járművek maximum 45 fok esetén tudják csak elkerülni a lassulást. Ha már meghaladja az íva kívánt szöget, már lassítani fog a jármű vezetője, hogy be tudja venni a kanyart. Ezáltal a forgalom folyamatosságából és akár a rugók kialakulása sem elképzelhetetlen ezt a szabályt tartsátok szem előtt a városaitok építése közben, és akkor jelentősen kevesebb problémátok lesz majd a forgalom optimalizálásakor. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, ha tetszett, akkor kérlek iratkozz fel, jó játékot, sziasztok!